mondja a rabbinikus hagyomány, és ennek igaza van, akkor ebben a pillanatban értelmét vesztette az a zsidó mondás, hogy a chrichemen, a halotti ruhán nincs zseb. Azokat a boldog, vidám perceket, amelyeket a pályája során emberek millióinak szerzett, magával viszi a barátok, a közönség szeretetét, magával viszi a politikai kabarét, mert talán ő volt az utolsó mohikánja. Most egy felsőbb utasításról az élők közül lett kitűzve a neved, és mi hiába tiltakozunk, veszeségünk utolhatatlan. A műfaj persze Nagy Endrével, Békefivel, Kellérel, Pofival is eltemettük, aztán te lettél örökösük, veled őket is gyászoljuk. Az utóbbi években szinte már csak te maradtál nekünk a hagyományos politikai kabaré színpadán, mint az a japán katona, aki még évekkel a háború után is harcolt valahol egy elhagyott szigetet. Te voltál az utolsó, akit ha nehezen is, még eltűntek, elfogadtak. Ezután lesz velünk. És mi lesz velünk? Mikor jön el, megírjuk-e a feltámadást? Egy színész csak a színpadon él, ha onnan lelép, olyan, mint a többiek, személyi és tajszám, kórházi körülmények között legfeljebb ketteskem. De nem adtad fel ilyen könnyen, nem lehet, nem szabad feladni, sikert kell csinálni. A legrosszabb körülmények között is csak hinni és akarni kell, és még visszatérsz a színpadra, énekelni, táncolni. Igen, táncolni fogsz, hiszen fejben már készül az új saskabaré, amely vastag sem érdemel. Szokás ilyenkor köszönjeket mondani, fogadja részvételnek, hogy elmentél, de hát Istenet vár az égi társulat. Nagy Imre, Salamon Béla, Körmendi Águs, Komlós és Marton Fici, Rátonyi, Radó Vili meg a Hofi, Kisvalászok, nagy nevettetők, Seregi Laci. Mindent elértél, amit akartál, mert hihetetlen érzéket tudtál kommunikálni, az emberekkel bánni. Én két sast ismertem meg a 42 év alatt. Az egyik az ismert népszerű Sas Józsefet, a színészt, az igazgatót, a másik a Nagymező utcán kívüli Sas Józsit. Az előbbit elismertem, tiszteltem, a másikat meg nagyon szerettem.